Milyen jeles nap van, tudják? Nem. Az én életemnek a folytatásának a napja az a legjelesebb nap. Tesók napja. Nem tudnám megmondani. Nem. Igen, édesanyám születésnapja. Május 31-én van, ez Orbán Viktor születésnapja. Az a miniszterelnök itt. Isten értesse sokáig. Isten értesse. Ja, igen. Hó, gratulálunk neki. Hallottam róla. Isten értesse a miniszterelnök urat. Bravo! Boldog születésnapot! Oh. Hát Isten éltesse sokáig! Boldog szülinapot! Hát azt nem tudom, hogy az ünnepnek számít-e. Május 31-e van, Orbán Viktor ma 60 éves. Mit szól hozzá? Bassza meg! Orbán Viktor 60 éves. Dögöljön meg! Ennyi. Amen. Ez komoly. Komoly. Gratulálok neki. Isten éltesse sokáig. Van valami üzennivalója a számára? Nem, mert én nem élek itt már 30 éve. Én nem akarok vele semmi különös dolgot csinálni. Én nem avatkozom bele a magyar politikába. Mindent tegyen meg a magyarságért. Lenne számára valami üzenete, hogyha megtehetném? Nem. Inkább nem. Hát gondolkodjon el, amiket csinál azon, azt üzenném neki. Mert? Hát mert sok fasságot csinál mostanában. Szégyen hozz az országra. Hát nem tudom, váltsák le minél hamarabb. Jó egészséget a családjának. Orbán Viktornak van a 60. születésnapja. És nem tehetné, mit üzenne neki? Én nem üzenek neki semmit. Miért üzenjek én neki valamit? Nekem se üzent, amikor 60 éves voltam. És ha lenne lehetősége, mit üzenne neki? Így tovább, hajrá! Üdvözlöm és nagyon... Nagyon örülök, hogy ő, mert különben... Na jó, szóval jól csinálja. Jól csinálja. Az a lényeg. Ennyit, csak ennyit tudok, hogy én nyugdíjas vagyok. Tehát tulajdonképpen amit csinál, az mind jó és helyes. Nem óhajtok tárgyalni vele, úgyhogy nincs üzenetem. Gondolom boldog születésnapot. De alapvetően semmi mást. Nem szeretnék üzenni. Hát boldog születésnapot kívánok neki. Ma van Orbán Viktor születésnapja, azt hiszem. Igen, ha megtehetné, mit üzenne neki? Azt, hogy nagyon boldog születésnapot, és hogy töltse a családjával és a szeretteivel. Orbán Viktor születésnapja. Na ez az, mit kívánnának neki? Hát az... Fú. Hát... Füle elérjen a bokáig. Ezt szokták mondani, nem? Ne csak ennyi, ne csak a